Evezősök, kajakosok edzenek a Mosoni Duna partjainál Győrben. A polgárőrök és a rendőrök szerint gyakori eset, hogy a motorcsónakkal száguldozók miatt beleborulnak a vízbe. Gyorshajtók, szemetelők, jegy nélkül horgászok, hálóval Duna meder átrekesztők, tehát nagyon sok ilyennel találkoztunk, és talán ezért is jöttünk létre, hogy valamelyest ezen jelenlétünkkel, hatóságokkal együtt levő jelenlétünkkel segítsünk. Két héttel ezelőtt két motort loptak el, kiszerelték őket a Stégnél várakozó hajókból. Rengeteg hulladék kerül a vízbe, volt olyan eset, amikor hűtőszekrényt és akkumulátort is találtak, és sokat tiltott helyen fürdőző is. A vizek mentén, a partokon is történnek olyan bűncselekmények, főként a vikendházak, hétvégi házak sérelmére, betöréses lopás, amiket igazából utakról, járdákról, szárazparton nem lehet tapasztalni, nem lehet észlelni. Nagyon fontos ez az, hogy a vizen is tudjuk ezt ellenőrizni, figyelni. A halőrökkel és a vadőrökkel is együtt dolgoznak, költségvetésük nincs. Egyelőre mindent, még a hajók üzemanyag költségét is maguk fizetik, ideiglenesen. A polgárőrök reményeik szerint ugyanis érkezik külső támogatás is.